Aiolien desnes on aficomet, and hadenaien aiolos hippodates, philos athanatois iteoisin, plute en nineso. Úszó szép sziget ez. Részfal kanyarok körülötte végig, büszke szilárd, s a kopár szirt fut föl az égre. Néki 12 gyermeke nőtt föl a termei mélyén. 6 volt köztük a lány, fölserdült ifjú is annyi. S ő a fiúknak házastársul a lányait adta. Ott lakomáznak a kedves apával, a gondos anyával folyton, előttük bőven fekszik a rengeteg étel, és pecsenyék szaga száll, és hangos a házuk a daltól nappal, míg éjjel mind tisztes hitveseikkel hálnak a lágy takarókon, a szép faragott nyoszajákon. Láttuk a városukat, gyönyörű házukhoz elértünk. Teljes hónapon át szeretettel látva kikérdett Trója felől, az akháj gályákról, visszautunkról. És én neki ott minden szép rendjén sorra soroltam. És miután már én kértem, hogy utamra eresszen és küldjön, nem mondott nemet, és nem volt gondja utamra. Nyúzva 9 éves marhát, ide adta a bőrét, és a süvítő sok szél útját mind belezárta. Mert őt tette Kronosz fia minden szélnek urává, hogy szüntesse vagy indíthassa, ahogy csak akarja. És üreges bárkámra ezüst fonalával a tömlőt jól lekötözte utána, hogy egy kicsikét se szeleljen. És egyedül csak a lenge Zefírt küldötte utamra, hadd vigye gályánkat, s mi magunkat. A végzet azonban más volt, mert a magunk butasága okozta a vesztünk. Hosszú 9 napon át 7 nappá téve hajóztunk, majd 10. nap fölbukkantak az otthoni földek, s láttuk az őrtüzeket, mert immár oly közel értünk. Ekkor a mézizű álom megszállt, úgy kimerültem, mert a vitorlát én forgattam. Pillanatig sem bíztam másra, hogy így hamarabb érjünk a hazánkba. S közben a társaim egymást szólongatva szavakkal azt mondták, aranyat viszek én meg ezüstöt, amelyet nagylelkűen adott nekem Aiolos Hippodades hős. S volt, aki így szólt köztük a szomszédjára tekintve. Ejhaj! Mennyire tiszteli és szeretettel látja ezt mindenki, akit csak fölkeres otthon a földjén. Trója alól is a zsákmányból sok nagyszerű kincset visz haza, míg mi, akik megjártuk az útjait épp úgy, mind valahányan üres kézzel kerülünk a hazánkba. Most is, lám, mit adott neki kedveskedve barátja Aiolos? 1-2... Nézzük csak meg, mi van ebben, mennyi arany meg ezüst van a tömlő mélyébe zárva. Így szóltak, s győzött is a társak rossz akaratja. Tömlőt oldoztak, s a szelek mind-mind kirohantak, s őket azonnal a nyílt tengerre sodorta a szélvész, bárhogy sírtak az otthoni földtől messze. Magam meg ébredvén azt fontolgattam tiszta szívemben, vajon most kiugorva hajomból vesszek-e vízbe, vagy némán tűrjek, s élők közt élve maradjak. Tűrtem, s tűrve maradtam, a gályán fekve az arcom elfettem. S a hajók a gonosz viharok rohamában újra csak Aioliéra kerültek, s nyögtek a társak. Ott szárazra kiléptünk, és vizet is merítettünk, majd lakomához láttak a társak a fürge hajóknál. És miután mind jól laktunk eledellel itallal, hírnököt és még egy társat kiszemelve siettem Aiolos ékes háza felé. Bent leltem a házban, ott lakomázott gyermekei s felesége körében. És hogy a házba beléptünk már, küszöbén le is ültünk. Ők mind bámultak lelkükben, s kérdeni kezdtek. Hogy jöttél, Odysseus? Mi Daimon szállt meg, ugyan mond?
Hát hiszen elküldtünk nagy gonddal, hogy hazaérhess otthoni földre, a házadhoz, s ahová csak akartad. Így szóltak, mire csügget szívvel mondtam a választ. Megrontottak a rossz társak, meg az álom, az átkos. Hát kegyesek, ti segítsetek újra, hiszen van erőtök. Ezt mondtam, kérő szókkal lelkükre beszélve. Csöndbe merültek mind. Csak az apjuk mondta a választ. Menj a szigetről gyorsan, legnyomorultabb ember. Isteni törvény tilt befogadni, vagy útra vezetni azt, kit az égbeliek boldog szíve ennyire gyűlöl. Menj, mert hisz bizonyára haragjuk vert ide-vissza. Szólt, s elküldött házából, noha nyögve jajongtam. Onnan előre hajóztunk hát, keseregve szívünkben. S lelkük lankadozott az erős evezésben, azonban mert balgák voltunk, nem akadt, ki hazánkba segítsen. Mégis 6 napon át, 8 nappá téve hajóztunk, aztán megláttuk Lámosz meredek falu várát, Télepüloszt, hol a Lajstrugon él, s hol a pásztor a pásztort szólva köszönti, mikor beterel, s felel az kiterelve. Ott, aki éber, 2 bért is könnyen elérne. Ökröt is őrizhetne, s ezüst júnyájat is egy nap, mert egymáshoz a nap meg az éj ösvénye közel van. Ott a remek kikötőbe kerültünk, melyet egészen körbe kerít mindkét oldalt meredek falusikla, és egymással szemben előre szökő fokok őrzik nyílását. Úgyhogy nagyon is szűk ott a bejárás. S ottan az ívelt oldalú többi hajó behajózott. S bent az öböl mélyén, közel egymáshoz, kikötöttek bárkáink. Mivel ott sohasem duzzadt fel a hullám, sem kicsikét, se nagyon, s a nyugodt víz színe fehér lett. Én egyedül tartottam kívül barna hajómat, ott az öböl szélén, sziklához kötve kötéllel. Aztán szétnéztem, fölkuszva a sziklatetőre. Nem látszott sehol ökrök míve, de embereké sem. Füstöt láttunk csak felszállni a távoli földről. Ekkor a társaimat küldtem, hogy megtudakolják, hogy mi búzafogyasztó férfiak élnek e földön. 2 embert kiszemeltem, a hírnök 3. ment. Hát léptek ki, s a sima úton, hol a várba szekérrel hordozzák be a fát a hegyekből, mentek előre. És egy vízhordó lányra találtak a város előtt, ki Lajstrugón Antifatésznak volt nagy termetű lánya. Éppen a szépen csörgedező forrás felé lépdelt, Artakiához, mert vizet onnan vittek a várba. Mellé állva beszéltek hozzá, kérdeni kezdték, hogy ki a nép fejedelme, kiken gyakorolja hatalmát. És ő nyomban megmondta, hol apja magas palotája. És hogy a pompás házba beléptek, láttak egy asszonyt. Akkora volt, mint egy hegycsúcs, iszonyodva csodálták. Az meg a gyűlésből hazahívta urát, a ma híres Antifatészt. Jött ő, gyászos vészt hozva rájuk. Fogta az egyik társamat, és lakomára levágta. 2 meg kiszökött, s a hajókat futva elérte. Ő meg a városon át kiabált. Meghalva a hangját, jöttek a roppant Lajstrugónok már minden irányból. Rengetegen, nem is emberek, inkább szörnyű gigászok. Sziklatetőkről embernagy köveket haigáltak. Rémületes dobogás hangzott tüstént a hajókról. Haldoklók jaja, szétmorzsolt bárkák recsegése. Mint halakat cigonyozták őket a csúflakomához. Még ezek így odavesztek a mély kikötőnek ölében. Én kiragadtam a combom mellől jó hegyű kardom, elvágtam vele barna hajómon a tatköteléket, s társaimat buzdítva parancsomat adtam azonnal, dőjenek ők a lapátnak jól, hogy megmeneküljünk. S ők neki is dőltek mindnyájan, félve a vésztől. És a hajóm örömünkre kiért a habokra a roppant szirtek alól. De a többiek együtt mind odavesztek. Onnan előre hajóztunk hát, keseregve szívünkben, mert örömest éltünk, de derék fiakat veszítettünk.
s Ájái szigetére kerültünk ekkoron. Ott él szép hajú Kirki, félelmes, zengőszavú isten. Testvérhuga a fondor lelkű nagy Ájétésznak, földre sugárzó Éjeliosznak gyermeke ő is, anyjuk meg Perszé, aki Ókeánosznak a lánya. Ott egy partfokhoz kanyarodtunk csendbe hajónkkal, alkalmas kikötőbe, egy isten volt a vezérünk. Végre kiszálltunk, s két éjjel napon át heverésztünk, még lelkünket a fáradtság meg a fájdalom ette. Ám hogy a harmadikat meghozta a szép hajú hajnal, fogtam a dárdámat meg az éles kardot is akkor, és sebesen fölkúsztam a szirtre hajón közelében, hát ha lelek szántót, vagy hallhatok emberi hangot. Így hát szétnéztem, felkúszva a sziklatetőre, s láttam a széles utú földről füstöt kanyarogni. Kirké termeiből, erdő sűrű tölgyesen által. Fontolgattam utána a lelkemben s a szívemben, menjek-e, nézzem-e meg, hogy honnan száll az a rőt füst. Töprengtem, s azután ezt láttam a leghelyesebbnek. Fürge hajómhoz a partra megyek legelőbb, s adok enni minden társamnak, s úgy küldök felderítőket. Már közelében jártam egészen a görbehajónak, s elhagyatottságomban megszánt ekkor egy isten. Büszkelgancsú szarvast küldött épp az utamba. Ment az a szarvas a víz fele éppen az erdei rétről. Inni akart, mert rég tikkadt már a napsugarától. Én, amikor föltűnt, a gerincén hát közepében dobtam meg, s túloldalt tört ki az érzhegyű dárda. Porba rogyott, hörgött, testéből szállt ki a lélek. Majd ráléptem, az érchegyű dárdát újra kihúztam testéből, s ott hagytam a dárdát fekve a földön. Vékony gajakat és fűzveszőket szakítottam, és egy öles kötelet fontam két kézzel azokból, avval a szörnyű nagy állat lábát összekötöztem, és a nyakamba akasztva siettem a barna hajóhoz, míg dárdámra nehezkedtem, mert vinni a vállon félkézzel nem tudtam. Oly nagy volt az az állat. Gálya elé dobtam, s bíztattam a társakat aztán, mellé állva külön mindnek, mézes szavaimmal. Kedveseim, bármekkora baj sújt, nem kerülünk le Hádészhoz, mielőtt nem jő el a már kijelölt nap. Rajta tehát, míg bárkánkon van ital, s akad étel, addig együnk bátran, ne gyötörjön holtra az éhség. Így szóltam. S tüstént hallgattak a szóra a társak, s fölfedvén ott arcuk a meddő víz közelében, bámulták a vadat, mert oly nagy volt az az állat. És miután gyönyörükre beteltek a látnivalóval, már kezüket megmosva dicső lakomát lakomáztak. Akkor egész napon át ott ültünk napnyugovásig, s lakomáztuk a sok-sok húst meg a mézízi színbort. Végre, mikor lebukott a nap és eljött a sötétség, mind lepihentünk sorban a tengertorlata mellett. Majd, hogy a rózsaujjú hajnal kelt ki a ködből, gyűlést rendeztem, és így szóltam mindegyikükhöz. Bármint gyötrődtök, társak, hallgassatok érem. Kedveseim, keletet-nyugatot nem tud volnunk itt, nem tudjuk, hogy merre bukik le a földre sugárzó nap, és hogy merről kél. Gondoljuk meg, ne halasszuk, hát ha van út menekülni. De én nem igen hiszek ebben. Mert szétnéztem imént, felkúszva a sziklatetőre, és láttam, hogy szigetez, és a határtalan árkoszorúzza, és laposan fekszik. Füstöt láttam kanyarogni onnan, a sűrű tölgyesből, a bozót közepéből. Ezt mondtam, és elakadt kedves szívük dobogása. Emlékeztek azonnal a lajtrikon Antifatészra? És rossz tettére a küklopsznak, gonosz emberevőnek. Fennhangon sírtak, és a kövérköny húlt a szemükből. Csak most semmit sem használt panaszos zokogásuk. Jólábvértes társaimat két részre elosztva, mindkét résznek egy-egy veszőt rendeltem azonnal. Én magam egyik, s másik az isteni Eurulokhoz volt. És ezután sorsot ráztunk sisakban sietve, sorsa kizökkent onnan a nagyszívű Eurulokhoznak. Útnak eredt, és a 22 társ vele nagy zokogással. Sóhajtozón maradtunk ott mi, a hátrahagyottak. Kirké völgynek ölén épült házára találtak, sima csiszolt kőből magasult tisztás közepében. Háza körött meg oroszlánok, hegyi farkasok éltek, melyek az ő bűvös mérgétől lettek azokká. Embereket meg nem támadtak. A társak elébe léptek, s ott hosszú farkuk csóválva megálltak.
mint az evek hízelegnek uruknak, amint lakomáról jön meg, mert az jó falatot nekik is hoz ilyenkor. Úgy hízelegtek a karmos farkasok ő nekik ekkor, és az oroszlánok. Megijedtek a szörnyetegektől. Álltak a szép hajú istennő kirké kapujában, s hallották, hogyan énekelő odabenn gyönyörűen, míg nem enyésző nagy vásznat sző, mely ragyogó, szép és könnyű, amilyen csak az istennők kezeműve. Hát legelőször az emberek elseje mondta Politész, legjobban szeretett társam valamennyi barát közt. Kedveseim, valamely nő ott benn nagy szövetet sző és dalol is szépen, visszhangos tőle a padlat. Istennő vagy nem, szólítsuk fennan azonnal, így szólt. Erre azok hívták fennhangon az úrnőt. Rögtön jött kifelé, sugaras kapuját kinyitotta, hívta be őket, s ők balgán besiettek utána. Eurülokhoz maradt csak kinn, ki a cselt gyanította. Széket adott oda bennekik, és karszéket az úrnő, s lisztet, sajtot, sárga színű mézet vegyített be pramnoszi borba. De ádáz mérgét is bekeverte, hogy honi földjüket ők attól leigázva feledjék. És miután odaadta, kiitták, nyomban utána vesszővel megcsapta, s az olba terelte be őket. Hát disznófeje és sörtélyes hangja alakja lett valamennyinek, ám de eszük, mint addig, olyan volt. Mind ott sírtak az árt olban. Kirké meg elébük erdei makkot szórt, hogy egyék, meg a somfa gyümölcsét, mert hisz a földön fetrengő kanok, ezt teszik egyre. Eurülokosz megment a sötét színű fürge hajóhoz, hogy hírt adjon a társairól, keserű sorsukról. Csak hogy a torkán nem jött hang sem, akárhogy akarta. Szíve a kintól oly sebzett volt, két szeme könnyel telt meg egészen, a lelke se gondolt csak zakogásra. Csak miután hosszan kérdeztük, félve, csodálva, akkor mondta elő mi nekünk a mazok veszedelmét. Mentünk át a sűrűn, hova küldtél fényes Odysseus, erdős völgynek ölén épült szép házra találtunk, sima csiszolt kőből magasult tisztás közepében. Bent éles hangján nagy vásznat szőve dalolt egy nő, vagy egy istennő, kiabálva beszóltak a házba. Rögtön jött kifelé, sugaras kapuját kinyitotta, hívta be őket, s ők balgán besiettek utána. Én egyedül gyanítottam a cselt, s nem léptem a házba. Együtt tűntek el ők odabent, s nem jött ki utána egyik sem, pedig ott vártam kémlelve sokáig. Így szólt ő, mire én vállamra vetettem a széles érckardot, mely ezüsttel vert volt, vettem az íjam, s mondtam, hogy vigyen el most engem is arra az útra, csak hogy mindkét kézzel a térdem ölelve könyörgött, és zokogó hangon hozzám szárnyas szavakat szólt. Zeus táplálta király, hagyj itt, ne vigyél el erővel, mert hisz jól tudom én, hogy nem térsz meg te magad sem, s más se hozol már vissza. De fussunk gyorsan ezekkel messzire, tán a gonosz napot így valahogy kikerüljük. Ezt mondotta, de én így adtam néki a választ. Eurülokosz, te maradj itt szépen e helyt, ha kívánod, és csak egyél meg így áll a sötét színű görbe hajónál. Én bizony elmegyek, engem a roppant kényszerűség űz. Szóltam, s elmentem bárkámtól, mentem a víztől. S hogy a Szent Völgyet szelvén át majdnem elértem farmakon készítésben jártas kirké nagy háza ölébe, szembe került az aranyvesszős Hermész velem akkor ifjú alakjában, mielőtt a maházhoz elértem. Pejhedző álló legszebb korú fiatalként átkulcsolt a kezem sebesen. Szót szólva kimondta. Védi aut hódüszténe, diakriász erkeáj olyosz kóru ájdriszeón. Kirkénél vannak a társak, mint disznók a zsúfolt ól zára mögé beszorítva. Őket akarnád megszabadítani? Még te magad sem térsz haza, azt hiszem én, hanem ott senyvedsz velük együtt. Áll ágedésze kakón eklűszomáj hédesza ószó.
Vedd e farmakont át, s ezzel lépj be a házba. Ez veszedelmed napját elhárítja fejedről. Panta de toi hereo, olo folia déne a kirkész. Készít majd kükeont néked, de beléveti farmakonját. Meg nem bűvölhet mégsem, mivel itt a farmakon, mit tőlem kaptál, nem hagyja. De mondom a többit. Rögtön, amint rácsap hosszú veszővel az úrnő jóhegyű kardod a combod mellől, ránsd ki azonnal. Roncs neki kirkének, mint hogyha megölni akarnád. Ő ettől megijedj, kér majd, hogy eredj vele hálni. Ekkor az istenű ágyától vissza ne húzódj. Így oldozza fel őket, s téged szívesen így lát. Mondasd el vele mégis a boldogok esküszavát, a legfőbbet, hogy nem tervel már ellened új bajt, hogyha ruhád leveted. Nehogy elvegye férfi erődet. Így szólván idatta az argószülő a növényt is. Földből tépte ki, és mindent jól megmagyarázott. Éj színű volt a gyökér, és tejszínű volt a virága. Istenek úgy nevezik, hogy mólű. Kiásni nehéz ezt földi halandónak. De bizony, te oly, de te panta dünautáj. Hermeiász ezután tovaszállt az olümposzi csúcsra, át a sziget ligetén. S én mentem háza felé már kirkének, s háborgott közben a szívem erősen. Ott álltam meg a szép hajú istennő kapujában, s felrikkantottam, hallotta a hangom az úrnő. Jött rögtön kifelé, sugaras kapuját kinyitotta, s úgy hívott, mentem be nyomán, szomorogva szívemben. Drága ezüst szögű szép karszékhez vitt be az úrnő, mesteri műhöz, amelynek lábtól zsámolya is volt. És aranyos serlekben adott kükeont, hogy igyam meg. Mérgét is bekeverte előbb még, vesztem akarva. És miután ideadta, kiittam, mégse hatott rám. Vesszőjével rám csapván, szót szólva kimondta. Marsd be a disznóolba, feküdj le a többivel együtt, szólt. De kirántva a combom mellől jóhegyű kardom, kirkének rontottam, akárha megölni akarnám. Ő pedig erre sikoltva bukott le, a térdem ölelte, és zokogó hangon hozzám szárnyas szavakat szólt. Honnan jössz te, ki vagy? Hol a városod és a szülőid? Elfog a bámulat. Itt áll, és nem igéz meg a méreg. Más ember sosem állta ki még így ezt a varázsszert, hogyha megitta, s ez átfolyt már fog a sűrű sövényén. Szörnyű szilárd akarat van a kebledben bizonyára. Sejtem már, hogy Odysseus vagy te, a sok fele bolygott. Róla beszélt az aranyvesszős Hermész nekem egyre, hogy majd Trója alól idejön gyors barna hajóval. Rajta, ereszd hüvelyébe a kardodat, és nyoszajámra lépjünk föl ketten, hogy azon szerelembe vegyülve s együtt hálva, meg is bízzunk egymásban ezentúl. Így szólt ő, mire én így adtam néki a választ. Kirké, hogy legyek én nyájas te veled? Hogy akarnád épp te? Ki társaimat disznókát tetted a házban, s tőlem is. Ellenem oly gonoszat tervelve kívánod, hogy te veled hálótermedbe siessek. Az ágyba. Hogyha lemesztelenítsz, elved majd férfi erőmet. És nem is óhajtok föllépni bizony nyoszajádra, istennő, ha te nem tész nekem szörnyre egy esküt, hogy nem tervezel ellenem újabb rettenetes bajt. Ezt mondtam, s ahogy óhajtottam, tette az esküt. Majd miután már megtette, és befejezte az esküt, akkor már Kirké gyönyörű ágyába feküdtem. És ezzel a teremben a szolgálói sürögtek. Négyen voltak. Ezzel tartották rendben a házat. Forrásoktól származtak, gyönyörű ligetektől és tengerbe futó rohanóvízű szent folyamoktól. Egyikük ekkor a karszékre ötette a pompás bíbor szőnyegeket, puha gyolcsot tévő alájuk. Másik a székek elé állítva az asztalokat, mind drága ezüstből, tett kosarat mindjére aranyból. Harmadikuk keverőben a mészszívű bort vegyítette. Tiszta ezüstben, kelyheket is kirakott színaranyból, és hordott vizet, és tüzet is gyújtott az utolsó. Rajta a víz melegült, nagy háromlámos edényben, majd hogy a víz már felforrt, amma fényes edényben, kádba beleültetvén engem, langyos vizet öntött rám, vállamra, fejemre,
amíg csak a lélekmetsző fáradtságot a testemből ki nem űzte egészen. És megmosdatva meg is kent, aztán síkos olajjal, s drága palástot adott rám, és szép inget is ekkor. Drága, ezüstszögű, szép karszékhez vitt be utána, mesteri műhöz, melynek lávtól zsámolya is volt. Hozta a szolgaleány a vizet, s öntötte kezünkre, szép színarany kancsót az ezüst tálkába ürítve, hogy mosdjunk. S a gyalult asztalt odatolta elébünk. Majd meg a tisztes gazdasszony lépett be kenyérrel és jó étkekkel, s ami volt, osztotta örömmel, s buzdított, hogy egyem, de az én szívem ezt nem akarta. Ültem, eszem máshol járt, lelkem várta a romlást. Kirké meg, látván, hogy ülök csak az asztala mellett, s étel után nem nyúlok, erős gyász nyomja a lelkem, nyomban mellém állt, s hozzám szárnyas szavakat szólt. Miért ülsz így, Odysseus, a terembe, mint aki néma? Lelked emészted, s ételhez nem nyúlsz, sem italhoz, vagy valamely más cseltől tartasz? Már sohasem kellett rettegned. Megtettem már a nagy esküt? Ezt mondotta. De én így adtam néki a választ. Kirké, volna-e tisztességes férfi, ki tudna enni meg inni nyugodtan, amíg meg nem szabadulnak kedves társai, s ő azokat nem látja szemével? Hogyha tehát igazán akarod, hogy igyam s lakomázzam, old fel az én jó társaimat, hogy lássam is őket. Így szóltam. S Kirké átlépdelt nyomban a termen, pálcát tartva kezében, az ólajtót kinyitotta, és kiterelte 9 éves disznókra hasonló társaimat, s vele szemben megálltak azok, mire Kirké végigjárta, s egy új s más szerrel kente meg őket. Testükről hullott le a sörte, amely az előbbi átkos szertől nőtt, mit adott volt nékik az úrnő, újra csak ember lett, s még ifjabb, mint azelőtt volt mindegyikük, s mind szebb is szemre, nagyobb is alakra. És meg is ismertek, s átkulcsolták kezem is már. Mindjüket édes sírás fogta el, s az egész ház szörnyen visszhangzott. Maga Kirké is velük érzett. Hát odaállt elibém, s ezt mondta az isteni asszony. Isteni sarj, Laerti áldész, leleményes Odysseus, menj most innen a tengerbölhöz, fürgehajóthoz. Vonjátok ki először a szárazföldre a bárkát, kincseitek barlangba tegyétek a fölszereléssel, aztán jöjj ide vissza, és a kedves társaid is hozd. Így szólt ő, és hős lelkem hajlott a szavára. Útnak eredtem a tengerpartra a fürgehajóhoz. Kedves társaimat fölleltem a fürgehajónál. Bánatosan sírtak, és a kövér könyv hult a szemünkből. Mint a mezőn nőtt borjak, amint a tehén hazaballag istállóba, ha megtöltötte hasát a füvekkel, futva, szökelve sietnek elébe, tovább a karámban nem várnak, de szelíden bőgve körülszaladozzák anyjukat. Épp így tettek ezek. Meglátva szemükkel, sírva omoltak rám, és úgy érezte a lelkük, mintha a városokat látnák már újra, göröngyös jó itakában, ahol mindjük született, nevelődött. És így szóltak zokogó hangon szárnyas szavaikkal. Zeus táplálta, király, megtértél, és úgy örülünk mind, mintha megint Itakába kerültünk volna, hazánkba. Rajta viszont, mondd el, hogyan is pusztult el a többi. Ezt mondták, mire így adtam lágy szókkal a választ. Most legelőször vonjuk a szárazföldre a bárkát, és barlangba tegyük be a fölszerelést, meg a kincset. És magatok készüljetek aztán jönni utána, Kirké szentházába látni a többi barátot. Esznek is, isznak is ott, mert bőven van lakomájuk. Így szóltam, s ők hallgattak tüstént a szavamra. Vissza csak Eurylokhoz tartotta a társakat újra, s őket megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt. Jaj, nyomorultak, merre megyünk? Miért vágytok a vészre? Kirkéhez kívántok menni,
ki mindegyikünket disznóvá vagy oroszlánná teszi, vagy farkassá, hogy palotáját őrizzük noha kényszerűségből. Lám, hisz a kőklapsz is mit tett, hogy elért a karámhoz több társunk, akiket vezetett ez a bátor Odysseus. Ennek az ostoba vétke miatt pusztultak el ők is. Így szólt, s én bizony azt kezdtem fontolni eszemben, izmos combom mellől hosszú kardom, azonnal ráncsam egy kis, vágjam le fejét, hogy a földre guruljon, bár közel is, kedves rokonom, hanem erre köröttem innen is, onnan is, édes szókkal esengtek a társak. Zeus nevelése, mit hagyjuk, ha te erre parancsot adsz, hogy várjon a bárka előtt, s őrizze a bárkát? Minket meg Kirkész szent háza felé te vezess el. Szóltak, s útnak eredtek a bárkától, meg a partról. Euryklokhoz sem maradtám hátra a görbehajónál. Jött mi velünk, mert félt riadalmas szörnyű szavamtól. És ez alatt Kirké házában a többieket mind gonddal megfürdette, s utána bekente olajjal, gyapjú palástot adott rájuk, szép inget is ekkor, s termeiben mindet vidoran lakomázva találtuk, és mikor egymást meglátták, föl is ismerték már, sírtak, jajgattak, visszhangzott körben a ház is. Isteni sarj, Laertiadész, leleményes Odysseus, többé már ne zokogjatok ennyire. Jól tudom én is, mi sok bajt szenvedtetek át a halas habon eddig, s szárazon is, hogy pusztítottak a vadszívű népek. Rajta tehát. Most csak lakomázzatok és igyatok bort, míg szívetekben olyan nem lesz felüdülve a lélek, mint volt, hogy legelőször eredtetek útra göröngyös otthoni földjéről Itakának. Most kimerülten, csüggetegen, csak a bajt bánjátok, a hosszú bolyongást. S lelketek oly sok bánat után már nem tud örülni. Így szólt, és a mi hős lelkünk hajlott a szavára. Háza ölében napról napra egész kerek évig ültünk, és lakomáztuk a sok húst, a mézízű színbort. És miután eltelt az az év, évszakra az évszak, hónap a hónap után sorvadt el a hosszú napokkal, akkor hívtak a jó társak csak félre, Eszókkal. Ó, te csodálatos! Emlékezz már újra a hazádra, hogyha a végzeted az, hogy megmenekülj, s hazaérj még nagy tetejű palotádnak ölébe, az otthoni földre. Ezt mondták, és hős lelkem hajlott a szavukra. Így az egész napon át ott ültünk napnyugovásig, és lakomáztuk a sok-sok húst, meg a mézízű színbort. Végre, mikor lebukott a nap és eljött a sötétség, elmentek lepihenni az árnyos termek ölébe. Ekkoron én Kirké gyönyörű ágyába siettem, térdét átfogtam, és ő meghallgatta beszédem. Így szóltam hozzá akkor szárnyas szavaimmal. Kirké, vásd be a szót, és add meg, amit megígértél, hogy hazaküldesz. Mert már sürget az útra a lelkem, s társaimé is, akik kedves szívemet zokogással sorvasztják mindig, valahányszor távol időzöl. Ezt mondtam, mire így szólt nyomban az isteni úrnő. Isteni sarj, Laertiadész, leleményes Odysseus, kedvetek ellen már ne maradjatok itt palotámban, csak hogy előbb egy más utat is kell járnotok. El kell Hádész házához, s riadalmas Perszefonéhoz mennetek innen, a tébai vak Jós, Teire Sziásznak lelkét kérdenetek. Tudatát ő őrzi egészben. Eszmélést egyedül neki nyújtott Perszefonéje holta után is. Puszta, szökellő án csak a többi. Szólt, s elakadt nyomban kedves szívem dobogása. Ültem az istennő ágyán, és sírtam.
A lelkem élni se vágyott már, sem látni a napragyogását. Ám miután hánykodva beteltem a nagy zokogással, akkor az istennőnek eképpen mondtam a választ. Mondd, Kirké, ki vezethet el engem ez úttalan úton? Hádészhoz soha senki nem ért még barna hajóval. Ezt mondtam. Mire így szólt nyomban az isteni úrnő? Isteni sarj! Laertiádész, leleményes Odüsszeusz, gondolnod nem kell rá, hogy kivezesse hajódat. Állíts árbócot, és kifeszítve a hószínű vásznat, ülj, s a hajódat az északi szél majd elviszi szépen. Hogyha pedig már ókeános széléhez elértek, Perszefoné ligetére találsz alacsony halom alján, hol sudaras nyárfák s meddő fűzek magasodnak. Futtas partra hajód mélyforgós ókeánoszban, s te magad Hádész nyírkos palotája felé menj. Ott, Akeronba, Püriflegeton ömlik bele, s a kókütosz, mely a Styx folyamából ágazik arrébb. És az a két zúgó szajú víz Szirtnél szakad egybe. Innen eredj csak előre, te hős, ahogy intelek. Ássál gödröt. Légyen a hosszas, a szélessége könyöknyi. Áldozatul tölts körbe italt valamennyi halottnak. Botron orükszáj, hoszon te pügúszion entakajenta. Amfautó dekhuén, kejsztáj, pászín, nekjüesszín. Tejjel mézet előbb, azután édes boritalt is, harmadszorra fizet, s fölibé a fehér taralisztet. És az erőtelen elhunytakhoz hosszan esengve, mondd, hogy amint hazaérsz, gyönyörű meddő tehenet vágsz áldozatul számukra, s a mágián kincseket égetsz, és külön áldozatul juhot ígérj Tejresziásznak, éjfeketét, mely egész nyájadból messze a legszebb. És ha kiengesztelted a holtak nagy nevű népét, akkor egy éjszínű kóst áldozz, meg egy éjszínű nőstényt, és fejüket fordítsd Erebosz fele, ám de te fordulj visszafelé, s a folyóra tekints. Majd jönnek az elhunyt holtak lelkei, rengetegen hozzád, csak ödörhöz. Akkor a társaidat noszogasd, és mondd, hogy a kost is, és a juhot, mely amott feküszik leterítve vad érctől, nyúzzák, ségessék meg az isteneket megimádván, szörnyű erős Hádészt, s riadalmas Perszefonéját. És te kirántva a combot mellől jóhegyű kardod, ülj, s ne eressz az erőtelen elhunytak seregéből senkit a vérhez előbb, míg nem szólsz Tejresziásszal. Hészthály, Mide ean nekjón, amenina karina, haematos asszonimen, printeire szia upitesthaj. Ekkor a jós maga jön majd hozzád, népvezetője, és megmondja utad, megmondja az útnak a hosszát, azt is, hogy hogyan érsz haza majd a halas habon által. Hósefat, autika de krűszótronosz, élüteni jósz. Így szólt, s már az aranytrón székű hajnal is eljött. S drága palástot adott rám, és szép inget a nimfa. Ő maga szép nagy ezüst köpenyét kerítette magára, könnyűt és kecseset, csípője köré övet öltött, szép aranyos mívűt, s fájtlat borított a fejére. Mentem a termeken át, fölvertem a társakat ekkor mellé állva külön mindnek mézes szavaimmal. Édes ízű álmot ne aludjatok, itt az idő már, induljunk, hisz adott Kirké az utunkra tanácsot. Szóltam ekép, és hős lelkük hajlott a szavamra. S még innen se vihettem el épségben valamennyit. Elpén úr ugyanis, ki legifjabb volt, s ki a harcban nem volt jó erejű, s nem volt elméje kiváló, Kirké ház tetején lefeküdt, bortól nehezülten, távol a társaktól, mert vágyott hűs levegőre. És hogy fölkerekedtek azok, s hallotta a lármát, hirtelen és hevesen pattant föl, s arra se gondolt, visszafelé hova lépjen a hosszú létre fokára, hát fejjel lefelé lezuhant tüstént a tetőről, és eltörte nyakát. Hádészhoz szállt le a lelke. Egybesereg lettek, s nekik én ezt mondtam azonnal. Azt hiszitek, hogy a kedves földre, az otthonotokba indultok. De bizony más útra eresztov a Kirké. Hádész házához, s riadalmas Perszefonéhoz, tébai Tejresziász lelkétől kérteni jós szót. Szólt a mekép,
s elakadt kedves szívük dobogása, és hajukat tépték nyöszörögve, leültek a földre, csak hogy semmit sem használt panaszos zokogásuk. És hogy a tengerpartra s a fürge hajóhoz elértünk, míg a szívünk búsult, s a szemünkből hult a kövér könny, addig a partra suhant már kirké barna hajónkhoz, éjszínű kost kötözött melléje meg éjszínű nőstényt, s könnyeden illant el. Kivehetné észre szemével, hogyha az istenség nem akarja, akár jön, akár megy. Mm-hmm.